Sziasztok, kedves barátaim! Január 12-én újra lesz Ekádasi. Első Ekádasi ebben az évben, és különleges, érdekes, a neve Sát Tila Ekádasi. Sát, ez azt jelenti, hogy hat. A tilala, ez azt jelenti, hogy megfelelő cselekvések a szezám magokkal. Az eredeti leírás Bhavishyottara Puránában van, ahol megmagyarázza, hogy milyen féle hat cselekvés kedvező végezni ezen a napon. Például meg kell fürödni a szezám magos vízbe, szezám pasztát kenni a testre, tűzáldozatban ajánlani szezám magot, adományozni szezám magot, ősatyáknak szezám magot adományozni, és étkezés közben használni szezám magot. Ez a hatféle cselekvés, ami Sát Tila Ekádasi napon nagyon hasznos. Természetesen, aki énekel mantrát, Hare Krishna mantrát, és betartja azokat a szabályokat, amit szoktunk, akkor ez elegendő lesz. Természetesen ennek is napnak van egy különleges története, ami meséli Narada Muninak az Úr Krishna. Kérdezte Narada Muni, kedves uram, mondd meg légy szíves, milyen dicsősége van ennek a Sát Tila Ekádasinak, milyen történet kíséri ezt a napot. És az Úr válaszolt. Volt egyszer egy hölgy, brámana hölgy, és az a történet, ami történt vele, annak én is voltam a tanúja. Ő nagyon nagy vezeklő volt, és nagy bakta, vagy nagy odaadás gyakorolta, nagyon sokat vezekelte, bőtölte, és sok adományt adogatta, osztogatta fiatal lányoknak, brámanaknak, vagy a papoknak, és a vezeklés és a bőtölés hatására nagyon-nagyon lefagyott és nagyon legyengült. Mondja az Úr, hogy észrevettem nála, hogy csodálatos vezeklések mellett és cselekvések mellett, amit ő végez, egy furcsasága volt nála, és az ráadásul az volt, hogy azok, akiknek ő adományzott, sose voltak vele elégedettek, mert ő nem ajánlotta nekik gabonát. Ennivalót. Ezért én együtt éreztem vele, mert gondoltam, ilyen kedves és olyan odaadó, de elégedetlenek vele személyek, akkor lehet, hogy én is megyek hozzá, és próbálok neki segíteni, hogy nekem adományozon, akkor ezzel meg fog minden semmisíteni ezt a kedvezőtlen cselekvését. Felvettem egy remetének az alakját, egyszerű ruházatba, mint egy szent remete, ellátogattam hozzá, bekopogtam, és ő, mikor megnyitotta az ajtót, akkor kérdezte, ó, kedves utas, ki vagy te, és honnan jöttél? Én pedig azt tettem, mintha nem hallok, mit mond, előre nyújtottam felé az én adományfogadó edénykémet. A hölgy nagyon nagy dühbe gurult, csak fogta egy agyagdarabot, és beledobta az edénykémbe. Így végül, mivel ő tiszta szívű volt, és odaadással szolgálta engem, mondja az Úr. Mikor vége lett ennek a testnek, akkor ő visszatért a lelki világba, felszabadult. De abból az agyagból, amit kaptam tőle adományba, én lelki világban létrehoztam neki csodálatos, szép nagy házat. Viszont ebben a házban nem volt se gazdagság, se nem volt ennivaló. És mikor lelki világba került a hölgy, akkor csodálkozott, hogy hogy lehet az, hogy nekem itt nincsen se ennivalóm, nincsen semmi gazdagság, és akkor eljött hozzám, az Úrhoz, megkérdezte, hogy ez miért így történik, és akkor mondtam neki, hát azért, mert sokan nem voltak elégedetek veled, mert te nem etettél senkit sose, és ezért nincsen se gazdagságot, se ennivalót. Erre a Brahmana Mataji hölgy kérdezte, hogy hogyan tudok ezt jóvá tenni. Az Úr válaszolt neki. Nem sokára téged meglátogatnak félisteneknek a feleségei. Kérdezd meg tőlük, ne engedd be a házokba, kérdezd meg tőlük, meséljenek nektek
a Sátila Ekádasének a dicsőségéről, és milyen eredményeket éri el az a személy, aki böjtöl ezen a napon. Akkor így is megtette, otthon volt, és egyszer egyik napon látogatták hozzá félisteneknek a feleségei, kopogták, ő mondta, nem engedem be, csak azután beengedem benneteket, miután elmeséltek nekem a Sátila Ekádasének a dicsőségéről. És egyik felesége elmesélte neki, és elmesélte, hogy lehet böjtölni ezen a napon, milyen vezetéseket és szabályokat lehet betartani. Miután ezt hallgatta, akkor beengedte a többieket. És utána ő böjtölt a Sátila Ekádasi napon, használta szerzám magot is, ahogy ma meséltem korábban, így megszabadult minden apróságoktól, visszahatásoktól, és akkor tökéletes életet él tovább. Tovább az Úr mondja, hogy az Ekádasi nem szabad tartani azért, hogy büszkeségből, vagy mutatvány, képmutatás miatt, hanem alázatosan, nagy odaadással kell ezt végezni, nem várva cserébe semmi eredményeket, akkor legnagyobb hatása lesz ennek a Ekádasinak. Köszönöm szépen mindenkinek, aki tartja az Ekádasit, akik már írtak is nekem, minden alkalommal írtok egy páron, hogy tartom, hogy kell tartani például részletet, és mindig próbálok válaszolni, segíteni. Természetesen készülök ebbe az évben, majd nem tudom mondani mikor, de lesz egy előadás, ami hosszabb, nagyobb, az Ekádasi részletekről, asztrológiailag, meg sok minden érdekes dolgokról lesz szó. Ezért figyeljetek a csatornát, írjátok, aki most már többet tart, és milyen eredményei vannak, írjátok, aki most először fog tartani, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és tegyétek lájkokat, és majd találkozunk, de mielőtt elbúcsúzunk, elmondom a megtörési időpontot. Megtörés, ugye maga Ekádasi, még egyszer, január 12. A megtörés január 13-án lesz, ráadásul 7 óra 28 és 10 óra 24 perc között. Ebből az időszakba, intervallumba meg kell törni a böjtöt. Miért pont ebben időben kell megtörni? Azon a hosszabb előadáson majd elmondom részletesen. Nagyon szépen köszönöm, majd találkozunk. Szép napot kívánok, és kellemes böjtnapot. Hare Krishna!